pontosan azért, mert én voltam a kicsit merészebb, így magacsabb, sokkal több, hát szerintem bátrabb is, inkább én másztam fel a magasabb fára. Csintalanság, hát nem mondanám, hogy csintalanság, de például volt egyszer egy olyan, hogy szerintem még annó barátnőnkkel versenyeztünk, hogy ki tud magasabban felmászni a fára, és letört alattam egy ág, és leestem, és végighorzsolt a két oldalamat a fa, úgyhogy ilyen kis csintalanságokat követően mindig is. De szerintem ezt te lentről nézted végig? Szerintem én fel sem mentem arra a fára. Igen, szóval mindig ilyeneket csináltam. Ő meg óvatosabb, vagy nem is tudom. Megfontoltabb volt, de aztán benőtt a fejem lágya, úgyhogy igen, ezért mondanám magamat. Most, hogy így felnőttünk, mondhatni, így szerintem én azért többet megyek az agyadra. Igen, de szerintem ez kölcsönös, mert mind a kettőnk most már úgy makacsabb, és a saját véleményünket hajtjuk, és nem nagyon engedünk egyikünk felé sem. Igen, sajnos ez igaz. Szerintem én egy olyan személyiség vagyok, aki szereti, hogy mindig övé legyen az utolsó szó, és ezt szeretem is, hogy így legyen, vagy ha nem, akkor mindig próbálom azt hangsúlyozni, hogy de igenis, ezen azért változtatnom kéne, mert ugye az a jövőben lehet, hogy nem mindenkinél fog ez jót jelenteni. Egy csatolnék egy ilyet, hogy kicsinek, mikor általános iskolában már hazasétálhattunk egyedül, két sarokra volt az iskola, olyan nem volt, hogy én sétáltam elől. Tehát, hogy csak ő sétált. Szeretem vezetni a sort. Ketten voltunk, és ha megelőztem, nem volt olyan, hogy én mentem elől. Mert így a sorba mentünk, ő elől, én mentem csak mögötte. Így mentünk szerintem három évig biztos, hogy haza az iskolában. És ha szerintem futottam maximum, akkor mehettem elől haza. Tehát, hogy igen, nyilvánvaló, hogy ki a fülönök, nem én. Jó kérdés. Mostanában próbálom be. Hát igen, szerintem igen. Ez mostanában változó már. Mert van olyan is, amikor mondjuk kicsit összeveszünk, akkor már úgy vagyok vele, hogy inkább hagyom. És akkor... Változó. Ez attól függ, hogy milyen téma. Hát ez témától függ, hogy ki az utolsó, helyzet függő is, hogy milyen épp a szituáció, de meg a hangulat, úgyhogy ez teljesen változó. Vagy éppen ki az utolsó szó, de próbálja mindig, hogy az övé. Én meg tudom, hogy mindig azt akarja, hogy az övé legyen, úgyhogy azért se hagyom, úgyhogy mindig oda szúrok egy utolsó szót. Tehát ilyen ez a testvériség. Kifejtettem, hogy azért én egy erősebb személyiség vagyok, meg makacsabb, így nem biztos, hogy sokszor velem kompromisszumot lehet olyan egyszerűen kötni. Nem értesz egyet a... Már. Hát én azért mutattam mindkettőt, mert szerintem ez szituáció és helyzet függő, mert szerintem például mostanság, hogyha a jégkorongot vesszük, és van egy mérkőzés, szerintem én sokkal tovább nyugodtabb tudok maradni, mint régebben voltam. Szerintem én ebben sokat változtam. Jó, a sportterén. A sportterén szerintem én, így, hogy már felnőttebbek lettünk, így én szerintem nyugodtabb vagyok. Én. Nem feltétlen az interjúkban, de így az való életben. Én sokkal nyitottabb vagyok az emberek felé. Sokkal többet kommunikálok mindenkivel, mindenki felé, így a csapatban is szerintem. Hát nem mondom, hogy zárkózott vagy, de...
Hát, neki több idő kell megnyílni. Igen, emberek felé. Több idő kell ahhoz, hogy kialakíts egy... Kell egy, nekem kell, igen, kell több idő, hogy mondjuk megtaláljam egy ember felé azt a bizalmat, hogy akkor most én elkezdjek vele beszélgetni, nem csak arról, hogy mit tudom én, iszunk-e egy kávét, hanem hogy ilyen bensőségesebb dolgokról. Igen. Bár amúgy nem feltétlenül szerintem, csak elnyomja. Nem mutatja, de igen, nagyon érzelmes. Én nem szeretem kimutatni igen. Ezeket az érzelmeimet. Ugyanolyan érzelmes, ő csak elfogyja és nem mutatja ki, de szerintem ugyanolyan érzelmesek vagyunk. Sőt, szerintem ő még érzelmesebb, mint én, legbelül csak nem szereti kimutatni. És nem is tudja, azt még hozzátenném, hogy nem is tudja. Úgyhogy inkább én változtatok, Anikó. Nem, bocsánat. Ő nem rosszabbul, nehezebben. De szerintem ez inkább, úgy én téged is mutattalak, de szerintem ez eseményfüggő is, mérkőzésfüggő is, nem mindegy, hogy milyen bajnokságban játszunk éppen, vagy egy világbajnokság, vagy egy klubcsapat, úgyhogy ez tényleg sok változótól függ, hogy mondjuk egy vereség milyen hatással van rám. Hát ezt nehéz megindokolni. Miben vagy kritikusabb? Mindenben. Hát így az edzések terén, most pontosan ez a kritikus szó alatt, például értjük mondjuk egy száraz edzést, akár egy jeges edzést, én azért ezeket szeretem úgy szigorúan csinálni. És lehet, én kicsit jobban rá vagyok feszülve ezekre az edzésekre, meg a mindenféle ilyen sporthoz való, ami így előrébb visz. Úgyhogy, szinte élvezhetetlen módon. Tehát hát kinek mi. Úgyhogy igen, szerintem emiatt én jóval kritikusabb vagyok. Hát régen Ancsát mondtam volna, de most már... Hát igazából csak ahhoz tudom visszavezetni, amit az előzőekben is mondtam, hogy ugye egy makacsabb vagyok jóval, és azért mondjuk, ha úgymond felhúznak ténylegesen, akkor nagyon el tudok gurulni rossz irányba. Hát igen, és olyan szituációban nem tudja kontrollálni magát, mert... Régen. Jó, most már... Régen egyáltalán nem tudtam, most már jobb a helyzet, de mondom ezt, tehát, hogy öltözőben lévő szituáció, meccsen lévő szituáció, és ilyenkor meggondolatlanul olyan dolgokat, olyan embereknek vág a fejéhez olyan dolgokat, akár nekem, akár csapattársnak, amit lehet, hogy nem gondolok komolyan, lehet, hogy valahol van benne igazság, de fájnak, nem kéne, na mindegy, szóval ezek olyan dolgok, és ez, tehát hogy csak azért jön ki, mert lobbanékony, és hát ez régen nagyon durva volt, most már azért nem, úgyhogy igen, ő ezt így már kezeli a helyzetet, de már egyáltalán ez nem jellemző, mikor volt utoljára ilyen? Nagyon régen. Két éve. Nagyon régen. Hát, inkább most már csak elengedem a dolgokat, hagyj folyjanak, és aztán majd megoldódik. Igen, meccsen is nagyon rég volt ilyen, úgyhogy igen, ezért mondanám, nekem nem is mondanám, akkor tényleg nem mondanám magamat robbanékonynak, neki voltak ilyen szituációi, de most már ez sincs, hál' Istennek. Jó, hát akkor én, de hát ez nem igaz. De igaz. Hát te telefonálsz, jó, hogy telefonál, én meg nyomkodom a telefonomat, akkor most ez mennyire nem jó? Nem szoktam sokat telefonálni amúgy.
Te nagyon sokat beszélgetsz, és nyomkodod a telefonodat. Én maximum a Facebookot szoktam átpörgetni, meg az Instagramot, de igazából ennyi. Jó, hát... Na, hát én meg beszélek a párommal, ha nem vagyok otthon. Ő aztán nagyon ennyi, de... Nem vagyunk szerintem ezek a telefonfüggők, akik Instagram, Snapchat, kell, meg én nyomkodom, nem tudom mi az telefon. Új trend, TikTok de például, a TikTokot azt szerintem havonta egyszer nyitom meg. Úgyhogy nem tényleg nem függünk tőle, de tényleg akkor én nyomkodom többet a telefont. Nem mutatok föl semmit, mert szerintem ilyen nincs nálunk. Rend van és tisztaság. Igen. Tényleg. Tényleg. Az öltözőben is izé van, rend van mindenhol, a szobában is, úgyhogy nincsen rendetlenség. Szeretjük a rendet. Rend és tisztaság.